Sziasztok, Máté vagyok, ez a Mobilis Diáklabor. Most otthon elvégezhető kísérletet mutatok nektek, fecskendővel kapcsolatos kísérleteket. De nézzük meg, hogy a fecskendőn kívül még milyen eszközökre van szükség. Egyrészt szükségünk van egy egyesek szerint kartondoboznak hívott eszközre. Ez azért fontos, mert ő fogja képezni majd a vázát a kísérletünknek. Ezen kívül kettő darab fecskendőre lesz szükség. Ezeket a fecskendőket a gyógyszertárban lehet beszerezni. Itt a kísérleteinkben most 30 ml-es fecskendőket használunk. Természetesen a tűre nincs szükség. Ö, mivel vizet fogunk áramoltatni a kettő fecskendő között, ezért szükségünk van vízre. Itt érdemes egy kiöntő edényről is gondoskodni. Ha nincsen, akkor pedig töltsér segítségével lehet... Ö, pótolni. Kell kettő darab szívószál, illetve ö, egy gyurma. Egy gyurma az pedig a tömítést fogja majd szolgálni nekünk. Na nézzük akkor, hogy hogyan is ö, áll össze a kísérletünk. Először is egy korábbi kísérletben ö, már összeállítottunk egy ilyen U alakú csövet és a fecskendőt, ez gyakorlatilag ez az az állapot, amit már elkészítettünk. Én most, egy, most ezt tovább folytatva egy másik fecske, a másik fecskendőt azt ide a másik végére fogom felszerelni, de még mielőtt ezt megtennénk, a dobozt kell kialakítani. A doboz ugye ne vágjuk le ezt a két szélső részt, hogy meg tudjon támaszkodni itt. És Kettő darab lyukat kell vágni ide a tetejére. Az egyiket én már elkészítettem, ez itt látható. A másikat viszont ugye hozzá kell mérni a megfelelő távolságba, a, a dugattyúinknak a távolságába. Ezért, amikor elkészültünk ezzel az U-alakú csővel, akkor dugjuk keresztül ezt a fecskendőt, és mivel vannak ilyen az újaknak támaszok ezen a fecskendőn, az gyakorlatilag megadja, vagy megtámasztja, nem tudjuk teljesen átdugni a fecskendőt ezen a lyukon. Egyébként a lyukat azt úgy érdemes elkészíteni, ezt most a másikon keresztül mutatom meg, hogy hozzámérjük azt a távolságot, ahova majd el kell készítenünk ezt a rést a dobozon. Ugye gyakorlatilag, ha megvan az U alakú csövünk, akkor nézzük meg, hogyha behajlítjuk kényelmesen, tehát feszítés nélkül az U alakú csövet, akkor ő merre mutat itt fölfelé, és ahova mutat, annak megfelelően a másik fecskendő mellé kell majd elkészítenünk ezt a lyukat. Be is jelölhetjük egy olló vagy Ezt mindenképpen szülő, így vagy felnőtt felügyelet mellett tegyük. Ha bejelöltük a megfelelő távolságot a dobozon, akkor körülbelül egy 1 es ö, lyukat készítünk, beleszúrjuk az ollót gyakorlatilag. Utána pedig egy a fecskendő átmérőjénél kisebb lyukat vágunk. Nem muszáj teljesen kör alakult, sőt, valószínűleg nem is fogunk tudni egy szabályos kört ö, ki vágni a dobozból, ez nem baj, mert majd a fecskendő fogja kialakítani nekünk a végleges formát. Tehát körülbelül egy ilyen lyukat kell készíteni. Itt a gyakorlatilag a fecskendő mellett. Na nézzük akkor, hogyha belerakjuk a másik fecskendőnket ebbe a lyukba, ezt is belepróbáljuk úgy, és így akkor már ez is megtámaszkodik, és akkor elkészült ez a kettő fecskendő. Így most már csatlakoztathatjuk az új alakú csövünknek a másik végét. Ugye nagyon fontos, hogy majd ezt is ugye megfelelő tömítéssel kell elkészíteni. Éppen emiatt ismét gyurmát veszek. És úgy, ahogy egyébként a, ö, ennél a fecskendőnél is már elkészítettük, ö, majd egy vékony gyurma réteget juttatok a fecskendőnek a kivezetésére. Ezt még akár így olyan állapotban is lehet, hogy még nem tesztük bele a dobozba. Tehát, hogyha vékonyan rátettük a gyurmát, akkor ismét csatlakoztatjuk a dobozhoz, a fecskendőt, és egyébként kivehetjük belőle a dugattyút, mert ehhez a kísérlethez nincs szükség egyik dugattyúra sem. És így már akkor csatlakoztathatjuk az új alakú cső másik végét. Arra ügyeljünk, hogy kellően tömített legyen. Ez majd úgy is ki fog derülni a leg legelső kísérletnél. Tehát itt gyakorlatilag két darab fecskendőnk van, dugatjuk nélkül, és a kettőt egy új alakú, ulakban meghajlott szívószál köti össze. Most következik a folyadékok átöntése, vagy a folyadék beleöntése az egyik fecskendőbe. Nézzük meg, ha most szépen óvatosan elkezdjük önteni a folyadékot az egyik fecskendőbe, akkor mi fog történni? Most szeretném kérni, a, hogy a kamera közelítsen erre a kísérletre, és azt fogjuk megnézni, hogy én ebbe a baloldali fecskendőbe fogom beletölteni a vizet, és figyeljük meg, hogy hova kerül benne a víz. Én gyakorlatilag, ami itt amit itt beletöltök, lehet látni, hogy a vízszint folyamatosan csökken, egy ideig majd a másikba meg is jelenik. És gyakorlatilag, ha jók ugye a tömítések, ezzel ugye tesztelni is lehet, akkor azt veszük észre, hogy bizony a másik fecskendőben ugyanaddig ér a vízszintje. Most akkor a másikba öntök, tehát a jobb oldaliban, és ha öntök bele vizet, akkor lehet látni, hogy ha ide öntök, akkor is meg fog egyezni a vízszint a másikkal. Ugye ennek gyakorlatilag ugye az az oka, hogy a eddig levegő töltötte ki, ugye a fecskendőnek, az, amiben nem töltöttünk folyadékot, addig ugye levegőt töltötte ki a fecskendőnek a felső részét, de amint a másikba beleöntöttük a vizet, azt most már annak nagyobb lett a nyomása, és ez a nyomás különbség, mivel össze vannak kötve ott lent, ezért a nyomáskülönbség egy erőt ö, hoz létre, ami gyakorlatilag áthajtja a vizet a másik fecskendőbe. Ez nyilván addig tart, amíg a kettő között vízkülönbség van, tehát gyakorlatilag kiegyenlítődik mindig a vízszint. Ö, gyakorlatilag ugye ezt, ezeket nevezzük. Közlekedő edényeknek. Mindenkinek jó kísérletezést kívánok, sziasztok!